Eljöttünk Bécs 10. kerületében, ahol egy forgalomlassító, zöldítő pilot projekt fut, barcelonai minta alapján. Azt jelenti, amit itt láthattok is a videón, hogy egyszerűen így az út közepére lerögzítettek nagyon kényelmes padokat, asztalokat. Itt egyébként ez, jobbra ez a fehér épület iskola. De végig körbe, illetve ahol én most itt ülök, ez is egy ilyen pad, teljesen az utca közepén. Csak a helyiek hajthatnak be, illetve hát gondolom kivételes esetben most itt láttunk taxit, meg így a szokásos járművek, amik fel vannak mentve általában. Most itt talán láthatjuk is, ahogy be is hajtanak. Úgyhogy hát több ilyen kéne. Barcelonában nagyon-nagyon kellemes volt, hogy ott egyáltalán nem engedtek be autót ezekre a részekre. De itt is, hát nem nagyon akarom az embereket filmezni, de abszolút használják az itt élők. És azért itt, azt olvastam, hogy azért itt indították Bécsben, pont konkrétan ebben a, vagy ezen a területen, mert hogy ez az egyik legsűrűbben lakott, és hogy nyáron eszméletlenül nagy a hőség, és hogy bár én ezeket nem látom itt, de valószínűleg azért az épületekben, vagy az épületek tetején ilyen hőség, vagy hőmérséklet csökkentő, csillapító, valamilyen technikát is használnak. Sűrűn járnak itt a repülőgépek, most pont egy se jött, mióta videózom, de elég alacsonyan szállnak itt le, meg ott a távolban szállnak el. Még mindig itt vagyunk, Bécsnek a 10. kerületében, ebben a forgalomlassítós negyedben. Csak egy másik részre átjöttünk, de itt is látjátok, itt vannak a padok. A barcelonai minta alapján, ezt ugye mondtam már az előbb, próbálkoznak itt is Bécsben, és az a tapasztalat a barcelonaiaknak, hogy hát eleinte elég nehéz elfogadtatni ezt a lakossággal, mert ahogy itt látjátok, például a parkolóhelyeknek a száma ettől csökken, a budapesti autósok is frászt kapnának, hogyha egyszer csak, nem tudom, a blokk előtt három autóval kevesebbnyi hely lenne. De az a tapasztalat, hogy előbb-utóbb azért mégiscsak elkezdik használni a tereket, és erre azt gondolom, hogy rengeteg példa van. Most azért nincsen már annyira jó idő, 14-15 fok volt, de most így fúj a szél. De a legtöbb ilyen helyen meg lehet figyelni, hogy ha van rá lehetőség, akkor az emberek igenis elkezdik használni ezeket a megoldásokat, beszélgetnek, összegyűlnek, és élvezik a napfényt, ami most nincs, de erről szól itt ez a projekt is. Felfestésekkel. És azt is olvastuk róla, hogy zöldíteni is próbálják. Hát faültetéseket még nem találtunk sehol, de valószínűleg nagyon az elején, az érzékenyítő fázisban jár még ez a projekt. És megtaláltuk a projektnek a nevét, ez a Super Kvetszl, ha jól ejtem. Ez a projekt.